Ma zajlott a második erdészdiák verseny Csíkszeredában, amelyre a megye minden olyan iskolájából érkeztek csapatok, ahol erdész szakosztályban tanulnak a diákok. A versenyzők gyakorlati és elméleti tudásukról is számot adhattak. Online elméleti szakasszal kezdődött az erdészdiákoknak tartott verseny, amelyet második alkalommal tartottak meg pénteken Csíkszeredában. A Hargita megye fejlesztési ügynöksége által szervezett megmérettetésre a megye 4 szakiskolájából 9 csapat érkezett. A második részben már gyakorlati feladatokat kaptak a diákok. Az első csapat, ő a fafaj felismerés fogja végezni rügyekből, levelekből és hajtásokból. A másik csapat ki fog menni a központi parkba, és ottan fog elvégezni magasságmérést, átmérőmérést, és ezáltal fognak egy köbözést is végezni majd a végén. A szervezők, a szakiskolák, a vállalkozók és a helyi munkaerőpiac képviselőit is próbálják bevonni a verseny szervezésébe. Bevontunk 2 vállalkozást is, akik különböző márkákat tudnak bemutatni, ami az erdőgazdálkodással, akár fakitermeléssel kapcsolatos, és rendkívül örvendek annak, hogy kezdjük bevonni azokat a partnereket, akár közbirtokosokat, akár helyi vállalkozásokat, akár szakiskolákat, akik ebben a témában és az utánpótlás nevelésében szerepet tudnak vállalni. A duális szakoktatási rendszernek köszönhetően az utóbbi években többen választják a szakmai oktatást, mint a korábbi években. Az érdeklődésről azt tudnám mondani, hogy kiegyenlített ugye az évek során. A helyek száma nálunk minden évben 10, és ez nem telik be teljesen, de a többi szakhoz képest mégis olyan húzóágazatnak tűnik. A verseny célja többek között a szakoktatás népszerűsítése, valamint a szakmai képzés színvonalának emelése.